Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kenyered és imádkozzunk. Mennyei atyánk, hozzád jövünk ezen a reggelen is, mert tudjuk, hogy életünkben minden jónak és ajándéknak te vagy a forrása. Belőled származik minden, ami értelmet ad az életünknek. Dicsérünk téged ezekért az ajándékokért, és magasztalunk azokért a mennyei táplálékokért, amelyet naponként elkészítesz számunkra, úgy, ahogy annak idején a pusztában vándorló nép esetében. Őket is megvendégelted, gondot viseltél rájuk, és így várjuk tőled ezen a mai napon mi is ezt a mennyből érkező táplálékot a mi életünkben. Istenünk, előtted nem tudjuk és nem akarjuk eltitkolni a dolgainkat, hogy gyakran voltunk türelmetlenek, és nem tudtunk elég higgadtsággal és hittel járni, és várni a te ígéreteidre. Bocsáss meg ezt nekünk. Szeretnénk a te lelkeddel megerősítve menni tovább, és végezni napi feladatainkat. Veled szeretnénk a jó dolgokban örülni, és hálások lenni. A nehéz helyzetekben pedig türelmet kérünk tőled. Ehhez kérjük a te segítségedet, kérünk építsd hitünket, ezáltal a reggeli elcsendesedés által is, hogy élő kapcsolatunk legyen veled, és hogy ezt igazán meg tudjuk élni. Szent lelkeddel segíts minket helyesen és jól értelmezni a te igédet. Fiadért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Kedves gyülekezet, Istennek igéjét olvasom János evangéliumának az 5. fejezetéből, az 5. fejezetnek a 28-tól 34-ig terjedő verseiből, a 6. fejezetnek a 28-tól 34-ig terjedő verseiből. Ekkor megkérdezték tőle, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk. Jézus ezt felelte nekik. Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Erre megkérdezték tőle, és te milyen jelt mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked. Mit cselekszel? Atyáink a mannát ették a pusztában, ahogyan megvan írva, mennyei kenyeret adott nekik enni. Jézus pedig így válaszolt nekik, bizony-bizony mondom nektek, nem Mózes adta nektek azt a mennyei kenyeret, hanem az én mennyei atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre ezt mondták neki, Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Amen. Kedves gyülekezet, bizonyára mindannyiunkban megfogalmazódott már az a kérdés, amit a Jézus körülvevő tömegben is megfogalmazódik, hogy mit tegyünk,
hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk. És biztos vagyok abban, hogy életünkben erre a kérdésre nagy erőkkel kerestük, és keressük folyamatosan a konkrét válaszokat. Jézus válasza is konkrét erre a kérdésre. És az őt kérdezőknek ott és akkor aktuális volt, és konkrét ez a válasz, akkor nekünk, akik már valaha feltettük ezt a kérdést, nekünk is ugyanúgy szól. Ha Istennek tetsző dolgokat akarunk tenni, akkor a dolgunk nem más, mint hinni abban, akit Isten küldött, Jézusban, magában. Konkrét a válasz, de mégsem olyan egyszerű ezt teljesíteni. És maguk a kérdezők is felteszik a nagy kérdést neki, hogy hát mi az a nagy jel, ami alapján hinnünk kellene neked. Jézus pedig a pusztai vándorlás alatt megtapasztalt isteni gondviselést hozza példának eléjük, hogy amikor éheztek és amikor szomjaztak ott a pusztában, akkor Isten volt az, aki kenyeret, mannát adott számukra. És ezzel pedig egy erőteljes párhuzamot von a maga életével kapcsolatban is, és az akkor és ott lévő emberek életére. Hát emberek, ti is éheztek és szomjaztok, nem elsősorban kenyérre és vízre, hanem a szabadulásra. De nem a római elnyomásból való felszabadulásra elsősorban, hanem a bűnök alóli felszabadulásra, a halálfélelem alól való felszabadulásra. És ekkor Isten ismét a népe segítségére siet, és elküldi nekik az égből azt a valakit, aki így mutatkozik be, én vagyok az élet kenyere. Vagy éppen úgy, hogy én vagyok az az élő víz, amelyből ha iszol, akkor soha többé nem szomjazol meg. És ez az a kenyér, maga Jézus, aki ebben az esetben a szabadulást megadja. Aki bizonyította, hogy az isteni gondviselés nem szűnik meg soha. És ezen a mai reggelen minket is emlékeztetni szeretne arra, hogy ez a gondviselés ma is valós és megtapasztalható élmény lehet. A mai reggelen, ezen az ige szakaszon keresztül üzeni nekünk is Istenünk, hogy higgyetek abban, aki a mennyből jött közétek, és elhozta nektek a szabadulást és az örök életet. És az a szabadulás nem elsősorban a földi dolgoktól akar és tud megszabadítani minket, hanem az örök haláltól és az örök kárhozattól. Jézusnak ez a célja a mi életünkkel. És ahogy a pusztai vándorlás során is ez a kenyér minden napra jutott a népnek, úgy ez a számunkra is mindennapi dolog kell legyen. Olyan, amit minden nap élményként átélünk. Mert minden nap találkozunk olyan életeseményekkel, amelyek megpróbálják a hitünket. És megmozdítják bennünk a kétséget, vagy éppen bizonytalanokká tesznek minket. Isten minden napra szánta ezt a kenyeret, hogy egy reggel se feledkezzünk meg arról, hogy ő gondot visel ránk, és hogy meg akar menteni mindannyiunkat. Kérjük hát tőle minden napon azt, amit a nép is kért tőle a felolvasott ige szakasz végén. Uram, add meg nekünk mindig ezt a kenyeret. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked a mindennapi kenyérért az életünkben, amelyet ételként juttatsz el az asztalunkra, és amely felelős azért, hogy a testünk életben maradjon, és erő legyen benne. És hálások vagyunk neked azért a kenyérért is, amelyet minden nap a te igéden keresztül megkaphatunk, amely a lelkünket tartja életben, és azt erősíti. És köszönjük neked a te fiadat is, azt az igét, aki testé lett, értünk, és aki maga az élet kenyere.
Kérünk téged, hogy segíts bennünket eljutni arra a felismerésre, hogy erre a kenyérre minden nap szükségünk van. Nem csak néha-néha, nem csak akkor, ha úgy alakul, hanem tudatosan akarjunk kapni ebből a lelki táplálékból. Köszönjük, hogy ez ma is teljesülhet. Kérünk téged, hogy a mindennapi harcainkban ezek mellett te légy velünk, a munkahelyi, iskolai kihívásokban, az élet nagy kérdései mellett. Kérünk, te légy az, akivel a félelemben együtt lehetünk, akiben életünk körülményei között is megbízhatunk. Azokkal is légy, akik félnek most, akik a bezártság miatt vagy a rémhírek miatt rettegnek. Kérünk téged, hogy adj nekik megnyugvást lelked által. Kérünk, hogy te légy a betegekkel, és te adj nekik gyógyulást. Imádkozunk azokért is, Urunk, akik nagy küzdelmek, műtétek előtt állnak. Kérünk, hogy isteni erőddel vedd körül az ő életüket is. Áld meg, Uram, egyházadat, hogy áldás legyen ebben a világban, és a te jó illatodat tudja szétszórni ebben a világban. Fiadért kérünk, hallgass meg minket, amikor hozzád kiáltunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. 296. dicséretünk második és harmadik versét énekeljük. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. Áldás békesség.